Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Dendera szerelmi üzenete gyertya mágiával. Újra piros gyertyával dolgozunk, ami szimbolizálja a szerelmet, a párkapcsolatot, persze a szeretetet és mindazt, amit kedvelsz. Ez lehet a hivatásod is, amikor úgy szívvel, lélekkel csinálod ezeket a dolgokat. De én úgy gondolom, hogy most szerelemről, párkapcsolatról van szó. A videó végén átküldöm ezt a szerelmi energiát, leírhatod a kommentárban, hogy hogy hatott ki rád. De ez az energia, a gyertya mágia energiája már most is érezhető. Itt látható ez a férfi. Ez utalhat a lelki társadra, vagy a férfiakra. Eltekint az események felől. Nincs jól, hiszen körülötte a kártyák gondokra, problémákra utalnak. Itt látható ez az ostor, ami jelenti a vitákat, a veszekedéseket, a nézeteltéréseket. Ott van a kártya a feje fölött, ez foglalkoztatja őt még a gondolataiban. A háta mögött megjelenik a kígyó és a ravasság, ez lehet egy hamis nő, aki megbántotta őt. A kígyó és a fa jelenti az egészségügyi témákat is. Lehet, hogy ezen a területen dolgozik, és itt vannak a munkahelyi problémák. A fa azt is jelenti, és egy vonalban van a fával, hogy keresi a helyét az életben, ahol le tud gyökerezni. Ez lehet a párkapcsolat, a lakhely, vagy a hivatása. De itt megjelenik a felhő, és számára még valami átláthatatlan. Nem tudja, milyen irányba, nem tudja azt, hogy milyen döntéseket kellene hoznia. Itt alatta megjelenik ez a hegy, és az jelenti a gondokat, a problémákat. És a hegy egy vonalban van a kígyóval, az azt jelenti, hogy ez a nő okoz számára problémákat. Itt a felhő jelenti az időt, mégpedig fél évet. Lehet, hogy ezeket a dolgokat fél évvel ezelőtt érte át, de még mindig töpreng ezen, keres egy kiútat, keres egy megoldást. Sikerülni fog, hiszen itt látható a kulcs, ami majd utal az ő magabiztonságára, és ezzel a kulccsal le tud zárni valamit. Bizonyos dolgokat, vagy ezt a kapcsolatot, azon kívül ezzel a kulccsal ki fog nyitni egy új kaput. Ezek a lehetőségek, ami szerencsét hoz számára, hiszen a csillagok jelentik a szerencsét. Azt is, hogy minden úgy alakul, ahogy a sorsok könyvében meg van írva, ahogy a csillagképekben meg van írva. Itt hamarosan lesz mozgás, előre mennek az események. A gyermek utal az ártatlanságra, vagy egy új kezdetre, ez kihat a szerelemre, a párkapcsolatra. Persze a kártyák azt is jelenthetik, hogy itt a gyermekekről és a szeretetről van szó, és a mozgás a gyermeknél lehet egy sport aktiválás is. Azon kívül itt lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék, és kisüt a nap, megvilágít valamit, kiderül az igazság, a nap
mutatja azt is, hogy megvan a vonzalom kettőtök között. Nálad is megvan ez a kisugárzás, ez a fiatalos kisugárzás. Azon kívül a virágcsokor jelenti a te nőiességedet, a szépségedet, azt is jelentheti, hogy az otthonodban megszépítesz valamit. Vagy, hogy lesz egy látogatás, és valaki megjelenik egy virágcsokorral, vagy egy ajándékkal. Azon kívül a gyermek jelenthet egy új otthont is. Amennyiben a hivatásról van szó, akkor itt látható a kreatív tevékenység, és itt ki tudsz építeni valamit, megvannak az alapok hozzá. A hold kihat az érzelmekre, ezek a vágyak, az elképzelések, az álmok, itt a szerelemről van szó. De a hold jelentheti az anyukádat és a ház, a szülői házad. Vagy a hold jelenti az anyai érzelmeket, és itt a gyermek útban van, tehát itt lehet egy kisbabának a születése is, vagy nálad, de nem biztos, mert lehet, hogy itt a környezetedben, a szomszédoknál, vagy a családban. Itt ez a kasza azt jelenti, hogy minden olyan hirtelen történik, amikor nem számítasz rám. Gyorsan mennek előre az események, mindez kihat a sors utatokra, hiszen ez a kereszt jelenti azt, amikor a sors utak kereszteződnek, tehát lesz egy találkozás. Azon kívül jelenti a döntéseket is, hiszen elérkeztek az életutatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Tehát vannak döntések. Itt a férfi mögött a kígyó jelenthet mellékutakat is, de itt a ravasz róka azt üzeni, ez nem jó döntés. Egyenesen kell menni előre. És most összefoglalom, hogy mit mutatnak a kártyák. Ő eltekint az események felől. Valaki megbántotta őt fél évvel ezelőtt. Valami betegíti is őt. Keres mellékutakat, keres egy megoldást, de jelen pillanatban inkább úgy elrohan az események felől. Itt vannak még problémák, nehézségek, de ez hamarosan elmúlik, hiszen a kulcs jelenti akkor az ő magabiztonságát, és a csillagkép az időt is, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, ahol kinyílik majd ez a kapu. A gyermek jelent egy új kezdetet, itt lesz mozgás, lesznek események, különösen, ami a szerelmet illeti, az érzelmeket, vagy a szülői házat, a családot, az otthont, itt a napfény megvilágít valamit, lesz egy életút, ez lehet egy közös életút, egy közös otthon tervezése, lesz egy kellemes meglepetés, vagy megszépítesz valamit a környezetedben. Lesznek meglepetések is. És most átküldöm a piros gyertyának az energiáját. Helyezd magad kényelembe, csukd be a szemedet, képzeld el azt, mit, hogyan szeretnél elérni, de figyelj oda arra, hogy ez egy téma legyen. Ne több témáról gondolkozz el, hanem koncentrálj arra, amit jelenleg szeretnél elérni, az most így lehet a szerelem, a párkapcsolat. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!